Evolúcióval és involúcióval, az evolúcionizmussal és involúcionizmussal foglalkoznánk a mai alkalommal. Nézzük meg egyébként először magukat a szavakat. Van egy borgó. Valvere. Ige. Ez aktív értelemben azt jelenti, hogy gördít, mediális értelemben, hogy gördül, és passzív értelemben, hogy gördítetik. Tehát itt ebből létrejönnek olyan szavak, mint valvere. Tehát kigördít, kigördül, kigördítetik. És involvere. Begördül, begördít, begördül, begördítetik. Ez így önmagában nem mond sokat. Ez a gördül tulajdonképpen a bontakozik, fejlik. Már nem nagyon használatos ez a formája, ez az igei alak, hogy fejlik. Ez ebből jön tulajdonképpen a fejlődik. Kibontakozik valamiből. Teljesen ártatlan szó különben. Ellentéte a befelé bontakozik is. Ebből tulajdonképpen még nem derül ki semmi. A fejlődés szó, ugye evolúció, ezt a fejlődés, kifejlés, kifejlődés értelmében használják, és itt sem jelenik meg még semmi olyan, ami kikezdhető lenne. Azonban az evolúcióhoz nem csak valaminek a kibontakozása járul értelmileg, hanem egy olyan kibontakozás, amely egyszer s mint létrendi emelkedést is jelent. Akár a biológián, akár másutt. Tehát az evolúcióhoz a kibontakozáson túlmenően az aszcézió gondolata, a felemelkedés gondolata is hozzá társul. Az involúciót általában ennek ellentéteként szokás értelmezni. Vagyis a tehát valami olyasmi, amiben egy deszenziót lehet társítani, az involúció értelmében. Akár fordítva is lehetne használni különben. Most mi abból indulunk ki, ahogyan ezek használtatnak. És ez a használtatás ez, és használás, ez egyre inkább felvesz valamilyen baljóslatú értelmet. A kibontakozás és emelkedés még mindig nem igazi negatívum szemléleti formában. Amikor ebben valamilyen törvényszerűséget láttak, és összekapcsolják azzal, hogy az alacsonyabb rendűből, megindul egy felfelé vezető kibontakozás, kifejlés, egy létrendi emelkedés értelmében, és ez törvényszerű, szükségszerű, ebben az esetben érkezünk el ahhoz a ponthoz, amit végérvényesen és abszolút el kell utasítanunk. De hogyha az esetlegességet kapcsolnók ehhez, tehát nem a szükség vagy törvényszerűséget, akkor ugyanehhez az eredményhez jutnánk el.
Tehát az alacsonyabb rendűből a magasabb rendűbe sem esetleges, sem szükség vagy törvényszerű emelkedés nem lehetséges. Elvi értelemben. Most ha ennek ellentmondani látszik valami, az mindig a helyzet félreértésén alapul. Például egy gyermek fejlődése, úgymond, a felnőtté válás, az teljesen más valamit jelent, mint amit itt ellenpéldaként felhoznak. A gyermek egy kettős, idézőjelben mozgásban van e tekintetben. Egyrészt pontosan a szellemvilágtól távolodik el. A gyermek, az egészen kis gyermeknek erős szellemi bekötöttségei vannak, amelyek azonban nem társulnak egy fogalmi rendhez, ő érezi saját eredetét, nem tudná elmondani, minél kisebb, annál inkább egyébként, nem tudná elmondani, nem tudná kifejteni. Tehát itt tulajdonképpen egy involúcióban és deszenzióban van. Egyfelől. Másfelől pedig egy létforma elfoglalása megy végbe. A létforma elfoglalása nem létrendi emelkedés, hanem egy létformában való kicsit tökéletesedés. Mikorra foglalja el teljesen az emberi létformát egy gyermek, ezt nehéz megállapítani, mert több szempontból. Mondhatjuk azt, hogy születésekor. Mondhatjuk azt, hogy 21 éves korában, vagy 27 éves korában. Amikor a teljesen elfoglalja az emberi létformát. Ez nem aszcenzionális értelemben fejlődés, hanem létforma elfoglalás. Egyfelül egy diszcenzió áll fenn, elszakadás és alászállás, másfelül egy létforma elfoglalás. Aki nem őrzi meg magával a gyermeket, az tulajdonképpen szellemileg reménytelen helyzetben van. De úgy kell megőrizni a gyermeket, hogy közben teljesen fel kell nőni. Aki nem nő fel teljesen, az az infantilitás, az ugyancsak reménytelen helyzetben van spirituális értelemben. Tehát el kell foglalnia a létformáját, teljesen felnőtté kell válnia, úgy, hogy magában megőrizze a gyermeket. Paradox, megfogalmazva, teljesen meg kell őriznie a gyermeket, és teljesen felnőtté kell válnia. Szomorú, hogyha ezek közül valamelyik nem valósul meg, vagy tökéletlen. Tehát ez nem ellen példa. A másik, amit ellen vetésként szoktak megemlíteni az evolúció elutasítása, aszcenzionális evolúció elutasítása vonatkozásában, az éppen a spirituális megvalósítás. A spirituális megvalósítás önmagamból indul. Önön felsőbb rendűségéből indul ki. Ez a felsőbb rendűségem hajol le, és emeli fel azt, amit magához akar emelni.
én vagyok az, akiből ez kiindul, és én vagyok az, akire ez irányul. Tehát egyrészt az egésznek a önmagamból és felülről való vezéreltsége a egyik alapelv, a másik ennek a tudatosnál tudatosabb tudatossága, az akaratlagossága és a szabadsága. Tehát igenis van aszcenzió, de csak így. Szükségszerű aszcenzió nincs, esetleges aszcenzió szintúgy nincs, és ezeknek a keveredése sincs. Tehát nincs esetleges felemelkedés, nincs szükségszerű felemelkedés, nincs evolúciós törvény. Evolvenciák a létben rengeteg értelemben vannak, mindenki bontakozásnál. Involvenciák is. De abban az értelemben vett evolúció, ahogyan ezt az evolucionizmus posztulálja, úgy nincs. És nem is lehet. Minden spirituális alakulás bármilyen szinten megy végbe, két alapvető kategóriába sorolható a látmeneteknek a beláthatatlan sokasága mellett. Az egyik a katagógikus kezdet és az anagógikus végbemenete. Ez a pozitív. A másik az anagógikus kezdet és katagógikus végbemenete. Ezt egy nagyon jól lehet ábrázolni, a lehető legegyszerűbb ábrával is. Tehát ez az, amit pozitívumnak tekintünk, felülről ereszkedik le, lefelé és felfelé irányul végül, a másik pedig tulajdonképpen ez. Ez az, ami leránt. Például a lélek sötétségéből való feltörő erők, amelyek végül is lefelé visznek. Tehát ez adekvát, ez inadekvát. Itt szó sincs arról, hogy alulról történnék a felemelkedés. Ez egy felemelés, de nem egy heteron erő általi felemelés, egy auton erő általi felemelés, önmagam felemelése. Ahol a felemelő is én vagyok, a felemelt is én vagyok, és voltak éppen az egész felemelés is én vagyok. Itt heteron erők működnek. Igaz, hogy a heteron az fel nem ismert auton, örök tételünk és megingathatatlan tételünk, hogy a heteron fel nem ismert auton, de itt még fel nem ismertségében marad. És fel nem ismertségként működik. Ez alulról feltör, és utána leránt, lefelé visz. A szükségszerűség és az esetlegesség sokkal inkább ehhez kapcsolható. És ehhez pedig semmiképpen nem kapcsolható. Beszélhetünk a szabadság kontingenciájáról,
de az voltak éppen a szabadság. Ez egy sajátos szóhasználatban jelenik meg, a szabadság kontingenciája. És a szabadság szükségszerűsége vagy törvényszerűsége is, amikor a törvényhozó pozíciójába redukáltam magamat. De ezek más kérdések, és itt így nem vetődnek fel. Ugye az evolúció, aszcenzionális evolúció meglétének és szükségszerűségének a gondolata a legesleg különfélébb értelemben és területeken merül fel. A legáltalánosabban ismert a biológiai evolúció. Ez egy deszcendencia elmélet különben, most nem a deszcendencia értelmében, ez a leszármazás értelmében, így nevezi a biológia. Tehát van egy deszcendencia elmélet, elv, amely azonban azt fejezi ki, hogy valami valamiből leszármazik, tehát amiből leszármazik, az egy időbeli elsőbség. Valami természetesen leszármazhat valamiből, az egyáltalán nem mondhatjuk, hogy nem származhat le valamiből. Ennek azonban nincs köze ahhoz, amit evolúciónak neveznek. Tehát a biológiával felmerülő aszcenzionális irányultságú evolúció a biológiai deszcendencia elméletből következik. Szavakat hol, mikor mi jelenik meg, gondosan kell mérlegelni. A biológiában rengeteg ilyen elmélet van. Ezeknek a legfőbb típusai, legesleg elmagyoltabban, a törzsfa elmélet és a törzscserje elmélet. Jegyezzük meg, hogy a törzscserje elmélet a két lehetséges verzió közül valamivel közelebb áll a normalitáshoz, de azért alapján végén messze van. Van egy ilyen nátszálak sokasága elmélet is. Schwabénak a különleges, különös elmélete, ami nagyon kevés ismert, szerinte az életnek ilyen ősformái, tehát szinte sejt alatti ősformáinak a trilliói jöttek létre valahogyan, trilliói, és ezek mindegyike önálló fajjá vált. Ezek kis rész, pontosan mindegy, nincs része ezeknek. Kis része az utat meg sem is jött, a nagyobb része. Ezekből a trilliókból jöttek létre sok százmilliós nagyságrendben a különböző élőlények, és minden élőlény fajnak egyetlen ilyen protoformája volt, protomorféja volt. A törzsfa elméletnél viszonylag későn történik az elválás, a törzscserjénél viszont korai és nagymérű elválásokkal kell operálni. Egy Marconi nevű
olasz származású franciául író biológus vetette fel a fordított törzsfa elméletet. Tehát ő egy involúciós elméletet hoz létre. Létrehoztak vele kapcsolatban törzscseri elméleteket, sőt tulajdonképpen elgondolható ilyen módon a felülről lefelé irányuló sok nátszál elmélet is. Jegyezzük meg, hogy egyik sem ad, a fordított sem ad nekünk, mert nem így valósul meg, amikor valósul. Valóban egy involúció és diszcézió jön lé, hozza létre, produkálja megfelelő mozgató erők és mozgató alanyiság alapján a létformákat, de először is teljesen ki kell zárni azt, hogy ez a biológia síkján menne végbe. Tehát nincs arra, azt el sem erő lehet, hogy a majom az embertől származik. Abban az értelemben az embertől, tehát a biológiai embertől származik a biológiai majom. Ezt teljes mértékben el kell vetni, senki értelmes, épeszű lény ilyet nem állíthat. Mint hogy a másikat sem. Tehát ennek az ellenkezőjét sem. A generálódás nem fizikai, kémiai, biokémiai, biológiai szinten megy végbe. A generálódás végeredménye az természetesen összefügg, mint a fizikai létformában jelenik meg, összefügg a fizikaisággal, a fizikokémiával, a kémiával, a biokémiával, a biológiával és egyebekkel. Ugyanis annak van egy a végeredmény perfektuálódásának van egy mikéntje. És ez a miként, ez jelenik, ez leírható, mondjuk természettudományosan. Ugye a biológiai evolucionizmus fokozatosan alakult ki, ugye Lamarcknál megjelenik, Erasmus Darwinnál, Charles Thomas Darwin nagypapája már ilyen elméleteket fabrikálgatott. Darwinnál egy időben válaszlál, és tulajdonképpen és meg maga Darwin a legjelentősebb ezek közül. Szélsőségesen stupid személyiség volt. Tulajdonképpen az, hogy a darwinizmus elterjedt a világon, az elsősorban két személynek idézőjel köszönhető, idézőjel bezárva. Az egyik Huxley volt, a másik Huxley, akit Darwin szárnysegédjének, olykor Darwin buldogjának neveztek, ő volt tulajdonképpen a harcias terjesztő, Ernst Haeckel pedig, aki komoly biológusnak számított, ellentétben Darwinnal, sőt bizonyos mértékben ellentétben Huxleyval is, a voltak éppen egy tudományos megalapozó. Tehát ha nincs Ernst Haeckel, valószínűleg a darwinizmus tudományos kifejtése végbe sem ment volna. Mert Darwin visszavonultan élt a birtokán,
korlátoltságba zártam, csináltam, amit csinált. Huxley viszont harcos képviselő volt, ekkert pedig voltak éppen tudományos képviselő. Mindkettőre azt szokták mondani, hogy Lamarckra az jellemzője a szerzett tulajdonságok átöröklését tanította, Darwin pedig az ellenkezőjét. Ez ne így nem igaz. Darwin nem csak az evolúciót tételezte, annak a mikéntjét is. Mármint az elvi mikéntjét. És ezt ő a természetes kiválogatódásban látta. Tehát a mesterséges kiválogatódás az ismeretes, és az már réges-régen megvolt az állattenyésztésben. Úgy gondolta, hogy a természeti erők hatására ez naturálisan, tehát természetes kiválogatódás formájában megy végbe. De ahogyan a tenyésztő dolgokat saját céljainak értelemben beállít, valamilyen hatást gyakorolva, a természeti hatások ilyen kiválogatódás formájában érvényesülnek. Már nagyon korán meglátták a tautológiát ebben, közvetett tautológiát, például abban, hogy a legéletképesebb alakok maradnak fenn. Ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy azok maradnak fenn, amelyek fennmaradnak. Ez tulajdonképpen ez ezt jelenti. Intelligensebben kifejtve. Ez ezt jelenti. Azok maradnak fenn, amelyek fennmaradnak. Persze az életképes, azt úgy is mondhatnak, hogy a fennmaradó. A fennmaradó fajok maradnak fenn. Egyébként a darwini életmű, mikor magyarázza, akkor a valamiképpen az túlsűrűn fordul elő. És akkor valamiképpen ez és ez történik. Amikor később Weissmann, Morgan és mások ehhez a témához hozzányúltak, és a mutáció elmélet létrejött, akkor ezek kombinációjaképpen a fajok átalakulásának egy sajátos képe rajzolódott ki, hogy a fajok bizonyos időközönként mutációs robbanásokat élnek át. Hát a faj szétesik mutációkra. Tehát mondjuk a medve szétesik, barlangi medve szétesik mutációkra, és akkor különböző példák lesz köztük, olyan, aminek nincs szőre, mondjuk, meg ilyen, meg olyan, és akkor ezek közül, tehát a természetes kiválogatódás bár erre vonatkoztatottan érvényesül, tehát mutációk. Nem jön léte, tehát a szerzett tulajdonságok nem öröklődnek. Ezzel szemben a mutációkban rá vonatkozik a természetes kiválogatódás, és a szőr nélküli medve, mert az tázik és megfázik, és nem marad fenn. Ezzel szemben olyan medvék maradnak fenn, amelyek bírják a időjárás és egyéb megpróbáltatásokat. Na most mind az evolucionisták közül is, aki viszonylag komoly, az látja, hogy az úgynevezett hipotéóriáknak a százai alakultak ki. Tehát azokat, amelyek a
nagy vonalakban elfogadják ezeket a meneteket, tehát a Darwin, Haeckel, aztán később Weismann, Morgan, Dövry és a többi elméleteket, ezeket elfogadják, és ebből rengeteg alelmélet jött létre, amelyik megpróbálja jobban megmagyarázni a folyamatot. És minden az alelméletek sokasága ellenére a komolyabb evolucionisták, ebből aztán létezett neodarwinizmus, neolamarckizmus, ezek kombinációja és így tovább, elismerik, hogy nagyon nagy baj van magával az evolúció elméletek és alelméletek sokasága, nagyon nagy bajok vannak. Magyarországon a legharciasabb evolúcionisták egyik a Csányi Vilmos, aki genetikával és etológiával és etogenetikával foglalkozik, aki is egy előadásában kifejtődik, ezzel az elmélete óriási baj. Úgy, ahogy van az egész, óriási bajok vannak, de ez nem ok arra, hogy az evolúció gondolatát elmondjuk. Hanem meg kell találni, és majd nyilván meg is fogjuk találni azt a megoldást, amivel ezeket a dolgokat rendbe tehetjük. Tehát, hogy nem szabad feladni ennek ellenére, hogy óriási bajok vannak. Na most, hogy az ember, csak röviden, ugye azt mondta mondani, hogy a Darwin az ember majomtól való származását tanítja. A darwini vonalon mozgó neodarwinisták és neolamarckisták álláspontja itt többféle lehet. Az egyik az, hogy az embernek és az emberszabású majmoknak közös őse volt. Egy. Kettő. Az embernek és a széles orrú majmoknak, ide tartoznak az emberszabások, közös őse volt. Az embernek és a majmoknak közös őse. Az embernek és a főemlősöknek, majmok, félmajmok, közös őse volt. Általában nem mennek tovább, hanem megállnak a rovarevők és a főemlősök között lévő, ma is élő élőlénynél, a mókus cickánynál. Tehát akik nem mondják azt, hogy az emberszabású majmoknak és az embernek közös, meg a szélesorú majmoknak és az embernek közös, és az embernek és a majmoknak közös, és az embernek és a főemlősöknek közös őse volt, nem mondják. Azok is megegyeznek abban, hogy valamikor mindnyájan őseink mókus cickányok voltak. Mókus cickányok ugye ma is vannak, és vígan mókus cickányok maradtak. De az ember körülbelül olyan őse volt, mint a jelenlegi móka. Tehát mókus cickány, mókus cickány féle. Az mindenképpen. Tehát amikor még mókus cickányok voltunk, ezt lehet mondani. Tehát amikor még nem jöttünk le a fáról, ez az emberi génusz ősökben megfogalmazva. Tehát mókus cicke. Az egyiken mondom a legelgondolkoztatóbb, hogy miért vannak ma is mókus cickák. Zavartalanul. Meg vannak félmajmok, meg vannak ilyen majmok, olyan majmok, tehát ezek szépen úgy fennmaradnak.
A mókus tiszek egyébként rovarevőktől származik. Tehát egészen vissza lehet menni. És az evlősök termüldöktől származnak. A madarak egy külön gondolatot jelentenek, szintén a hüldőkből. Az emlősök a hüldőkből származnak, a hüldők a kétéltűek, a kétéltűek a halaktól. És vidáman vannak halak, meg vannak kétéltűek, meg vannak hüldők. Tehát azt az energetikumot nem lehet megragadni például, amit különben ezek a materialista evolúcionisták meg kellene valamit fel kellene mutatni, hogy miért történt az átalakulás. Miért lettek vízi állatokból szárazföldiek? És szárazföldiekből vízi állatok, ugyanis a cetekről az a evolúcionista nézet, hogy ők valamikor a szárazföldön éltek. Az a vízből kijöttek, miért mentek vissza? Ott a vízben is élnek állatok, meg a szárazföldön is élnek, meg mindenütt éltek a szárazföldön, meg mindenfelé éltek a vízben, ahol volt víz. És ugye a gerincesek az előgerinc húrosoktól származtak, amelyek szintén fennmaradtak. És így lehet egyre úgynevezett alacsonyabb rendű életformákhoz eljutni. Egészen az egysejtű állatokig, amelyek úgy szintén fennmaradtak. Aztán ugye van a klasszikus példa, ezt úgy szokták megmondani, hogy a lamarckizmus bizonyítása és cáfolata a legtökéletesebben a vakond esetében. De most. Vakond olyan állat, amelynek látó szervei, mint egy visszaképződtek, nagyszerű ásólábai vannak, ezzel tud a föld alatt közlekedni, kitűnő szaglása és roppan nagy étvágya. Hát a föld alatt hoz létre meglehető gyorsan járatokat maga számára, föld alatt mozog, föld alatt található rovarral, állatokkal is. Sötétben van, nem kell látnia. Most valamilyen rovarevő, a rovarevők egyébként bőven vannak, rovart esznek, lárvákat is mindenféle rovart, nagyon sokat esznek, nagyon jól érzik magukat, bőven bőségesen előfordulnak. És ezeknek egy része miért ment le a föld alá? Egy. Utána egy ilyen állapotnak a kialakulása, az sok százezer, vagy esetleg egy millió év leforgása alatt megy végbe. Milyen volt akkor, amikor már a föld felszínén nem igen tudott élni, de még a föld alatt sem? Az átmeneti formák nincsenek meg. De ha meglennének az átmeneti formák, ez lényeges, az semmit sem bizonyítana szinte. De legtöbbször még nincsenek is meg. Vakon tökéletesen módosult a föld alatti élethez. Miért? Miért módosult? Hiszen rengeteg rovarevő, és ugyanolyan nagyságrendű rákcsáló, meg nyúlféle, a kettő 60 éve eldöntött tény, és valóban eldönt, hogy a nyulak nem rákcsáló. Ezek egyébként nagyszerűen élnek a föld felszínén. Semmiféle indítékuk nincs arra,
hogy vakonszerű életmód menjenek át. Hogyha valaki azzal az elmélettel jönne elő, hogy a vakon volt előbb, ennek sincs sem, ennek sem lenne semmilyen értelme. Akkor miért jön fel, ha ő ott lent tökéletesen érzi magát? Meg azok a lavárkista gyermeteg és teljesen kostoba nézetek, hogy a zsiráf, ugye az egy... A zsiráfnak azért van hosszú nyaka, hogy elérje a fákon lévő lombokat. Ez egy hatalmas benső energia készítette azokat, amelyeknek még rövid nyaka volt. De a rövid nyakúak, amelyek legelésznek, azok is vígan megélnek különben, és ráadásul a zsiráf is szokott néha legelni. Az neki olyan kicsit nehezére esik, terpesztett lábakkal, de bőven legel. Tehát nem lehet megmagyarázni azt, hogy miért kellett. Pedig ez egy következtetés, ilyen a fa lombja magasan vannak, a zsiráfnak hosszú nyaka van, azt szokta enni, nyilván azért nőtt meg a nyaka annyira. Akkor miért nem nőtt meg mindegyiknek? Vagy miért nem maradt mindegyik rövid nyakú? Ugyanott élnek a zebrák például. Ugyanott élnek, ahol a zsiráf. És ős régóta ugyanott élnek. Tehát egyáltalán semmiféle magyarázat ezekre az átalakulásokra nincs. Tehát a biológiai fajok létrejöttének egy kreáció a megalkotója, amely kreáció egy D-szupergraduális, tehát felülről lefelé fokozatos, tehát involucionális és descenzionális folyamat révén jön létre. Mondhatjuk úgy, hogy fokozatosan materializálódva jön létre. Nem törzsfaként, és nem fordított törzsfaként, és nem törzscserjeként, és nem fordított törzscserjeként, hanem végső soron. Egy alanyi akarat révén, egyetlen alanyi akarat révén, amely azután különböző részakaratokban nyilvánul meg, és hozza létre a különféle materializálódó fajokat. A fajok konkrét létrejötte, pedig a külső hajlandóságok és belső hajlandóságok és erők és lehetőségek messze menően komplex összjátéka révén válik olyanná, amilyenné aztán végső fázisban válik. A gyökérok az tulajdonképpen egy játék. A lila elve, amit ugye játéknak fordítanak, és persze egy hasonlat, mert valójában nem tud lehet kibondani, hogy mi, ez egy hasonlat. Azt a hasonlat érjük, hogy ez egy játék. Tökéletlen hasonlat, de azért tökéletlen hasonlat, mert minden hasonlat tökéletlen. Egyébként ezen belül egy elég jó hasonlat. És itt nagyon erőteljesen, tehát talán sehol a világon nem
domborodik ki annyira, mint a fajok, respektíve az állatfajok, de a növényekkel is érvényes, sokasága. Tehát hallatlan sokasága. Értelmetlen sokasága. Értelmetlen idézőjelben. Ugye Darwin rosszul lett akkor, állítólag nagyon rosszul lett, volt, amikor el is ájult, ha pávát látott. Vagy végén már akkor is a páváról hallott. Mert ez annyira nem illett bele a, ugye, a madaraknak elrejtőzködés. Hogy elrejtőzzék minél jobban. Beleolvadjunk. Tehát a botsáskák nagyon beleillettek Darwin elképzelésébe. Ezzel szemben a pávák és a pávakokosok meg nem. És a páva nem egy kitenyésztett valami. Vannak kitenyésztett pávák, azok tudom fehérek. De a egy páva. Feltűnő. Feladték feltűnő. Feltűnőség arra van, hogy a pávatyúkok szívesebben választják a minél hatalmasabban szét párfalakú páva kakasokat. Aminek szintén nincs magyarázat, de bőven vannak olyanok, ahol a nemek nem is különböznek egymástól. Exomorfológikusan, és ott is van azért nemi élet és taporodás. Tehát ezzel se lehet magyarázni, tehát semmivel se lehet magyarázni semmit. De vannak olyan fácánok, ugye a ezüstfácán, aranyfácán, gyémántfácán, stb. Amelyek ugye vannak tovább tenyésztett változatai, de a munk naturális formában is hallatlanul feltűnők. A kakasok. Hallatlanul feltűnők. És ezáltal a ragadozó madaraknak könnyen prédákká válnak. Valóban. Tehát ez nem illik bele valamibe. Mindig a már létrejött eredménnyel magyaráznak. Azért olyan, hogy a fácán tyúkok szívesebben választanak olyat. Mert már van ilyen. Mert már van ilyen. Rengeteg olyasmi van a természetben, ami egyáltalán nem nyilvánvaló. Például, hogyha a fémek mágnesessége nem léteznék, senki sem mondaná, hogy ki kellene találni. Senki sem mondaná, hogy akkor ki kellene. Nem létezik, de kellene, hogy létezik. Ez is olyasmi, hogy nem. Valamire ugye azt szokták mondani, hogy nem lenne, ki kellene találni, de ez például nem olyan. És a pávakakasok színe sem, és a pálcánkakasok is sem. Nem mondaná senki, hogy mert megállapítják valamilyen módon, és olyan biztos, hogy jobban szeretik a pálcántyúkokat, nagyon reprezentatív pálcánkakasokat. De mondjuk, ha ez így van, akkor itt valami, egy törvényt megállapja, hogy ez így szokott, tényleg, akkor annak így kell lenni. Úgyhogy annál, ahol semmi különbség nincs, és nagyon szerény formájában, ott is adnak valami ilyen magyarázatot. Mindig abból, ami már megvan. Tehát nem ezek nem igazi, kauzális magyarázatok ilyen okozati alapokon,
meghozott magyarázatok, hogy biztos. Hanem úgy zsire, hosszú nyak, magas a fa. És akkor elmények, hogy ez azért van. Meg szokták mondani, hogy ez is a kivétel erősíti a szabályt. Excepció probat regulam. A kivétel próbára teszi a szabályt. Így szól az eredeti. És ez sokkal inkább a gyengítést, mint az erősítést jelenti. És a legyengült szabály, az végül is nem szabály. Tehát ezeket szabályokat próbálnának megállapítani, valami szabályszerűséget, és nincs más, csak kivétel. Mert vannak feltűnő madarak, vannak nem feltűnő madarak. És a ragadozók vidáman fogyasztják a feltűnőt is, meg a nem feltűnőt is. Mert azért megtalálják. És azt is, amelyik nagyon jól tud repülni, meg azt is, ami nem tud repülni. Ezeket egyaránt nagyon kedvelik a ragadozók. Tehát a fácának között nagyon nagy a nemi különbség. A foglyok között, amelyek egyébként elég közeli rokonai, meg nem. Ott csekély. Fűriek között még csekélyebb. Van, de nem jelentős. Ugye a házi szárnyasok között, a kakas és a tyúk között határozott különbség van. A libáknál különbözik a gúnár a gercsétől, de nem olyan szélsőségesen. És ez általában. Például éppen a ragadozó madaraknál, a sasoknál szinte semmi különbség nincs. Általában ott a tojók valamivel nagyobbak. Hímeknél, valamivel, nem sokkal. Különbség alig állapítható meg. Hát vannak rovarok, amelyek nagyon különböznek attól a növényzettől, amely hát esetleg fogyasztanak, vagy ennek a körében élnek. Az előbb említett bocsáskák között van olyan, ami észre se lehet venni. Csak a legnagyobb, hogyha előzőleg a bocsáska, akkor észreveszi, de különben úgy teljesen belevonnak. Vannak hüllők, kaméleon, amely felveszi a környezetének a színét. Vannak hüllők, amelyek nem veszik fel a környezetüknek a színét. Tehát semmiféle szabály nem állapítható meg, semmi nem mondja azt, hogy az egyik a másikból jött létre. Tehát sem a alacsonyabb rendűből magasabb rendű nem lehet, de a kvázi azonos rendűből való minden további nélküli átalakulások sem magyarázhatók semmivel. Nincs példa rá, és nem vagy. Mi az a transmutáció vagy transformáció, amit megenged még a legspiritualizáltabb. Mondjuk úgy, hogy fixista irányzat, és ami nem egy jó elnevezés. Tulajdonképpen a úgynevezett mikrotranszformáció, vagy mikrometamorfózis, ami fajon belüli. Tehát fajon belüli mikro
metamorfózist azt el lehet fogadni. Minden további. Még erre különben vannak példák. Teljesen egy fajhoz tartozó, egymásra korlátlanul kereszteződő és végtelenség szaporodó formák között, például az északibbak azok, világosabbak, délibbek, sötétebbek. Emlősöknél az északibbaknak kisebb füle van, délebbieknek nagyobb. Egészen délieknek meglehetősen nagy. Tehát ezek tulajdonképpen lehetnek, tehát ilyen folyón belüli mikrotranszformációk, mikrometánok, nem tudott senki józan alapon. De ezek nem alapvető változások. Mert nem állítja senki azt, hogy semmiféle változás nincs. Legkevésbé sem, és nem lenne normális ilyet állítani. Hogy ez más területeken hogy jelenik meg, abba ne menjünk be, mert számtalanszor beszéltem a nyelvekről. Úgyhogy kizárólag emlékeztetőként mondom, noha majdnem mindenki emlékszik is rá, hogy rejtélyes módon, de számunkra egyáltalán nem rejtélyes módon, az archaikus nyelvek sokkal tökéletesebb, komplexebb, egyszerűen, mint tökéletesebb nyelvek voltak az úgynevezett későkori, az más nyelvekből alakultak. A nyelv alakulásnak mindig egy spirituális generáltsága van. Tehát az olasz nyelv az egy spirituális vezérlés alapján jött létre a latinból, de már az alászállás értelmében. Ez azt jelenti, hogy az a spiritualitás, amely a latint mint egy produkálta, egy olyan spiritualitásba ment át, ami alacsonyabb rendű is. Tehát a modern nyelveknek is spirituális generálódásuk van, de ennek a spirituális intenzitása már jóval csak ér minden esetben. Ezek gazdagodhatnak szóanyagban egy ősibb nyelvhez képest, mert különböző olyan valóságok vannak, amelyek akkor ugye nem voltak művi valóságok. Az, hogy mondjuk a radírgumira nincs szó. Az óegyiptomiban ez nem jelent alacsonyabb rendőséget, és még ugye millió ilyesmit felsőnek, az sem. Ezzel szemben ezek a nyelveknek éppen a leglényegesebbek. Leglényegesebb valóságokra. Nagyon kifejező szavaik voltak. Többször mondtam már, hogy például a test, lélek, szellem, egy nagyon fontos triász. Annyira durva az hindu szemlélethez és a szanszkrit nyelvhez, hogy ezek így nem is mondhatók ki, csak különböző nehézségek állán. Sokkal részletesebb és árnyaltabb dolgokhoz kell eljutni. Például a test megjelölésére a szanszkrit nyelvben olyan különböző szavak vannak, és azok egészen más értelemben jelentenek testet. Más értelemben jelentik azt, hogy test. Kósa, sarhira.
munkája. Mert mind azt is jelentik, hogy test, de egészen más oldalról jelentik azt. Szanszkrit nyelven a napnak körülbelül 50 neve van. Nap, nem időtartam, hanem kitestünk és istenség. Tehát körülbelül 50 neve van. Holdnak szintén. Mindegyik bolygónak sok elnevezése van. Ez mind más és más szempontból a neve annak. És ugyanakkor rendkívül komplex nyelvtan. Ez, tehát itt csak alászállásról van szó. Tehát ezek nagyon látványos. Meg az egész társadalomban sokkal inkább egy diszcenzionális és involucionális folyamat állapítható meg. És aszcenzionális evolúció nem állapítható meg. Ez azért nem lehet annyira jól demonstrálni ezen, mert az, hogy valaki milyen állami, tehát statuális, és milyen társadalmi, szociális berendezkedést tart adekvátnak, hát az világnézeti kérdés. A világnézetben pedig egyébként hajlamok nyilatkoznak meg elsősorban. A bizonyos világnézet képviselőit mi a rossz oldalon állóknak tekintünk, és ostobáknak. De voltaképpen ez nem szándékokon, és nem is közvetlenül értelmi képességgel, ahol összefügg veledelem, hanem bizonyos hajlamokon. Na, van olyan ember, aki annak örül, ha minden lent van, és körülbelül egyenértékű, és egyenértéktelen. Ebben leli az örömét, ezt tartja természetesnek. Meg azt tartja természetesnek, hogyha valami elpusztul. A gyerekkorban megállapítod, oda megy, és a rajzó hangyákat eltapossa. Ez egy hajlam. Összefügg az intelligenciával, de nem egy az egyben. Még azt sem lehet mondani, hogy egy gonosz szándék működik, attól is van benne. De tulajdonképpen örömét leli abban, hogyha valami elpusztul, ha nincs, ha lent van. Tehát itt kevésbé demonstrálható ezzel a téren, mert van, aki magasabb rendűnek tartja, mondjuk a kommunizmust, ami hál' Istennek nem következett be, nem is fog, soha a maga tiszta formájában, a kommunizmust, mondjuk a feudális berendezkedést. Valakinek tetszik az, amit a kommunizmus jól elmondanak. Valaki azt mondja, hogy a kommunizmus eszméi nagyon szépek, sajnos nem valósíthatók meg, vagy ha megpróbálják megvalósítani, akkor mindenféle torzulások jönnek létre. A kommunizmus eszméi rondák és hülyék és aljasak. Az eszmék is. Nem a kiviteleződés, az eszmék. Nem lehet cizelláltabban kimondani, rondák, hülyék és aljasak. A megvalósítás is az képtelenségeket hordoz magában, és olyan elmélet, maga az elmélet is már, a világnézet is, és a hozzátartozó elméletiség, amely a
legcsekélyebb emberismeretről nem árulkodik. A legcsekélyebb emberismeretről. Egy világnézet, amely azt mondja, hogy egy teljesen osztály nélküli társadalomban, ahol a javakban mindenki szükségletének megfelelően részesül, megszűnik a halálfélelem, az egy olyan abszurd és embert nem ismerő szemlélet, hogy döbbenetes, hogy ilyet valaki kimond, intelligens ember. Tehát a halálfélelem csak az olyan állapothoz köthető, ahol az osztályok legalábbis maradványaiban még megvannak, és a szükségletek szerinti részesedés még nem tökéletes és teljes. Tehát tulajdonképpen és ezt ki van? Most már ezek nem divatosak, ugye, mert nincs egy kötelező, államilag kötelező világnézet. Ez hosszú évtizedeken keresztül volt. Az emberek ugye nem nagyon fogadták el, de nem volt semmiféle döbbent tiltakozás és elutasítás. Hanem az, hogy nagyon szépek, de nem lehet megvalósítani. Mások ugye a hívei, az nagyon szép, és megvan lehet valósítani. Egyre közelebb vagyunk minden nap a megvalósításhoz. Nem téve észre, hogy akik ezt csinálták, azok nem azért csinálták, mert egyáltalán meg akarták valósítani, mert azt pontosan tudták, hogy nem lehet. Hanem a megvalósítgató kísérletek mentén hallatlan dolgokat lehet végrehozni a szó legnegatívabb értelmében. Ezért csinálták, nem azért, mert ezt meg lehet csinálni, mert azt azért annyira hülyék nem voltak, azt nyilván láttak, hogy ezt nem lehet megcsinálni. De nem is volt cél. Hát a Marx-Engels levelezéséből is kiderül, hogy azért önmaguknak is felvetették, hogy ez egyáltalán megcsinálható-e, és azt most megállítottak, hogy ez szó sincs. Ugye Marx francia társaságban szívesen szerette mondani azt a klasszikus fennmaradt mondását, ami francia volt, hogy moi je ne suis pas marxiste. Ezt nagyon gúnyosan mondta mindig, én nem vagyok a marxista. És nem is volt az. Mert sátán imádó szektának volt a tagja. Egy zsidó sátánimádó szektának. Mert a sátánimádás mindig vallásokhoz köthető. A keresztény sátánimádás, muszlim sátánimádás, zsidó sátánimádás. Tehát ő egy sátánimádó zsidó szektának volt a elkötelezett tagja. Aki egyébként rítusokat mutatott be otthon. Ez volt az ő világnézete. A marxizmus, mint politikai világnézet, azt ő csinálta meg, mint filozófia iránt érdeklődő, képzett közgazdász és gazdaságtörténész, megcsináltam egy megbízás alapján azt, amit megcsinált. És ami természetesen már akkor megbukott,
amikor a szovjet forradalom létrejött. Mert ő kizártnak tartotta, hogy egy gazda iparilag nem túl fejlett országban jöjjön létre a forradalom. Na, de ez más kérdés. Ezt azért vetettem fel, mert a társadalmi formák vonatkozásában, ami állami és államformák és társadalmi formák vonatkozásában pontos értékrendünk van. Involúciót, diszenziót, hagyatlást állapítunk meg. Ezt az emberek egy része nem fogadja el. Mi ugyanis a feudalizmust egy relatíve tökéletes állapotnak tartjuk. A relatíve szót hozzátettem. Relatíve tökéletes állapot. Nem tökéletes állapot, de relatíve tökéletes, mondható. A későbbiekhez képest pedig egészen messze ment. A tradicionális létszemlélet radikálisan antikapitalista különben. És radikálisan antiszocialista is. És nem csak két alternatívum létezik, hanem például létezik a feudalizmus is, feudalitás is, amely elsősorban államforma, és másodsorban is államforma, és harmadsorban is államforma. Negyedsorban társadalmi formáció, és nem gazdasági formáció, legfeljebb annyi köze van a tulajdonlásnak, ami kénytjéhez köze van, tehát van feudális tulajdonlás. De nem ez a lényege, az elsősorban államforma. Olyan, amit rendi monarchiának neveznek. Tehát a feudális monarchia, tehát az elsősorban egy államformát jelent. És mondom, másos és harmasos is azt jelenti. És ehhez képest minden későbbi formáció alászállás. A kommunizmus lenne az egyik ilyen végső pont, ez nem jöhet létre. Az anarchia létrejöhet. Anarchistáknak van egy kedvelt mondása egyébként. Az anarchia nem egyenlő a káosszal. Nehezen lehetne megkülönböztetni a kettőt egymástól. Tartósan egyébként az anarchia sem jöhet létre. Az anarchia eleve időleges valami, és az országok, népek, sőt, ők lehetnek hosszú évtizedeken keresztül anarchia közeli állapotban, anélkül, hogy teljesen anarchia lenne. Például minden olyan ország, ahol demokrácia van, úgymond, az mindig anarchia közeli állapotban van. És arról ilyen fogalmak a nyüstölnek, némelyek, hogy ez nem demokrácia. Ezt szeretik, ez nem demokrácia. Mi az igazi demokráciát akarjuk, semmiféle demokráciát nem akarunk. Semmiféle értelemben. Demokrácia annyi, mint a csőcselék uralma. És ez demokrácia sötét mozgatói nagyszerűen kihasználják a demokráciát, mint állandó, sült anarchia közeli állapotot. Nem a nép uralmát kell követelni, hanem a
kiválóbb a uralmát. Tehát nem a demokráteiát, hanem az arisztokráteiát. Ugye az arisztos, ariszté, ariszton azt jelenti, hogy legjobb, legkiválóbb. Morálisan is, és ugyanakkor a rátermettség vonatkozásában is. Itt ezeken a területeken az involúció diszenzionális involúció kézzel fogható. Szélsőséges és kézzel fogható.